Vajon mennyi szabadidővel gazdálkodhatnak a fiatalok, és mit csinálnak legszívesebben? Hogyan változott a kulturális helyszínek és a találkozási terek látogatottsága? Ilyen is ehhez hasonló kérdéseket tárt fel az érdeklődők előtt Kis Kozma Georgina, az Ifjúságkutató Intézet kutatója a Katona József könyvtárban. A szerda délutáni rendezvényen részt vett dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselő és Engert Jakabni alpolgármester is. Az előadó egy 2020-as felmérésre hivatkozva kifejtette, a fiatalok életében felértékelődött a család és a barátok szerepe. A szabadidős tevékenységek között az első két helyen a családtagokkal és a barátokkal együtt töltött idő szerepel. A képernyő előtt töltött idő a harmadik, a negyedik helyen pedig a kirándulás áll. Hétköznap átlagosan 4, hétvégén pedig 6 órás szabadidejük van a fiataloknak. De az is kiderült a felmérésből, hogy a fiúk valamivel több idővel rendelkezhetnek. Nem meglepő, hogy a technológiai fejlődés és a globalizáció erősen hat a fiatalok fogyasztási szokásaira és szabadidős tevékenységeire is. Folyamatosan nő azoknak aránya, akik a hagyományos kulturális tereket egyáltalán nem látogatják, különös tekintettel a magas kultúrára. Operába, színházba nem igazán járnak a fiatalok, mondta Kis Kozma Georgina. Előadásában kitért az önkéntesség kérdéskörére is, mint kiderült, a fiatalok legszívesebben az állatvédelemben tevékenykednek.